Kucsák László, a polgármester urat köszöntöm a stúdióban, üdvözlöm. Én is köszöntöm Önt is, és a kedves nézőket is. Ugye tavasz vége van, nyár eleje, most már elég sok mindenről tudunk beszélni, iskolai évről és programokról, sok mindenről. Kezdjük talán ugye az iskolai évnek az zárásával. Az egyik legfontosabb kérdés az volt itt a beiratkozásokkal kapcsolatban, hogy sikerült-e minden első osztályba kerülő gyereket elhelyezni a kerületi iskolákban? Igen, indokolt a kérdés feltevése, már csak azért is, mert ahogy ezt tapasztaltuk, az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban különféle hírek és álhírek jelentek meg, úgyhogy most akkor rögzítsük a tényeket. Minden kerületi illetőségű iskola érett kisgyermeket le tudott iskolázni a kerületünk, egészen pontosan ugye ennek a végzésére már a tankerületi igazgatóság, a Klebersberg Intézet 18. kerületi tankerületi igazgatósága a törvény által felhatalmazott szervezet. Ennek az egésznek a lebonyolítási rendje egyébként, és ezt is érdemes talán megosztanunk a kedves nézőkkel, követte azt a hagyományt, ami évek óta itt a kerületben már honos, egészen pontosan, hogy egy előzetes jelentkezés alapján, utána pedig ezen előzetes jelentkezéseket áttekintve, ebbe a körbe bevonva az összes érintett intézményvezetőt, a jelenlegi helyzetben a működtető önkormányzat illetékes irodájának képviselői, természetesen a tankerületi igazgatóság vezetőjét és munkatársát, történt meg az áttekintés annak, hogy akkor az egyes helyeken milyen igény mutatkozott, és azt milyen módon lehet rendezni, biztosítani. Azt is el lehet mondani a tankerületi igazgatóságtól származó információk alapján, hogy a beiratkozás napjaiban nálunk itt a 18. kerületben nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között zajlott le, éppen az előkészítésnek következtében ez a bizonyos folyamat, és ebben az érintett szereplők elvárásai, elgondolásai alapján is igyekeztek a közreműködő felek a leginkább közelíteni a lehetséges megoldási módot a szülők igényeihez. Tehát ahol jellemzően kertvárosi környezetben lévő iskoláknál nagyobb igény mutatkozott az első osztályosoknál, nagyobb kapacitásigény, ott ezt a működtető és szándékaink szerint a tankerület igazgatóság, illetve az intézmény fenntartó központ plusz kapacitás kialakításával fogja biztosítani. Ez praktikusan két helyütt fog megvalósulni, az egyik a Bókai Általános Iskola, a másik pedig a Kandótéri Általános Iskola. Tehát akkor megnyugodhatunk, minden rendben, mindenki ott van, így ahol van, szeretett volna. Így van, ezt a kerület lapja lehozta egy, aztán megerősítésképpen még egy ízben. És nagyon fontos ezt jeleznünk, mert megítélésünk szerint, és ez az én személyes véleményem is, ilyen kérdésekben, amikor közösségekről van szó, közösségekben kicsin gyermekekről, általuk persze sok-sok családról is, akkor nem szerencsés, hogyha légből kapott híresztelések jelennek meg, esetleg nem feltétlenül jó szándék által vezérelt akciók jelennek meg, mert ez árt. Árt a kicsin gyermekeknek, árt a családoknak, összességében árt a kerületünknek. Minden kerületi általános iskolás korú iskolai élet gyerek számára tehát biztosított a férőhely. Ha már iskolákról van szó, nem az elsőseket érinti, hanem egy kicsit nagyobbakat. Elindult egy sikeres program, nem is olyan régen, ugye, aminek az a lényege, hogy dramatizált formában kapnak bizonyos tananyagokat a tanulók. Folytatódik-e ez a sorozat, és hogyan, miképpen? Igen, köszönöm szépen, hogy erről is szólhatunk egy pár mondatot. Az elmúlt évben, ha pedig pedagógus szemmel nézzük a dolgot, akkor ennek a tanévnek az őszi szakaszában indult el ez a sorozat. 10 alkalommal már találkozhattak a kerületi iskolásaink. A sorozat neve az, hogy élő színházi irodalom. A korábban a Pesti Magyar Színház égisze alatt működő Színi Akadémia, akik most már a tevékenységüket a Gór Nagy Mária Színi Tanoda keretein belül folytatják, velük kötöttünk egy megállapodást, aminek az a lényege, hogy a különféle évfolyamokon megjelenő tanítási, irodalomtanítási anyagokhoz kapcsolódóan bizonyos tananyagrészeket dolgoznak fel közösen a diákokkal,
egy-egy részletet, dramatizált részletet elő is adnak, akár közösen, tehát egy abszolút, ahogy mondani szokták, interaktív formában lezajló foglalkozásról van szó, és ennek nagyon jók voltak a visszhangjai az őszi sorozatban. Ott akkor, mivel 10 alkalmat tudtunk biztosítani, ennyivel tudtuk elindítani, akkor azon iskolákat vontuk be elsőként ebbe a körbe, ahol színjátszó szakkör vagy drámapedagógiai foglalkozások jelenvalóak. Most a második körben természetesen a még látható tevékenykedő iskoláinkat szólítottuk meg, és egy újabb sorozattal most ebben az időszakban, a tavaszi időszakban találkozhatnak. Most praktikusan két program közül tudtak választani, az egyik a Szálemi boszorkányok feldolgozása, a másik pedig egy rendkívül népszerű szerző, rendkívül népszerű Karinti Tanár úr Kérem című munkájának a feldolgozása. Erre is nagy érdeklődés mutatkozott. Én bízom benne, hogy ahogy az elmúlt időszakban, most is elégedettséget fog kiváltani, és ebben az esetben, ha ez így történik, akkor a szándékunk mind a két félé, tehát a Színi Akadémiái is, és az önkormányzati is az, hogy ezt a programot vigyük a továbbiakban is. Az a cél, hogy előbb-utóbb mindegyik iskolába eljusson? Így van, ez most szinte meg tud történni. Egy olyan iskolánk van talán, akik most nem jelentkeztek be. Tehát ha az első kört nézem, meg a második kört, akkor ez már szinte sallangmentesen elmondható. A cél ugyanis ez volt, hogy lehetőség szerint az önkormányzat működtetési körében lévő intézményeinknél, amennyiben igény mutatkozik rá, mindenki ezzel juthasson ez a lehetőség is, hiszen pedagógusokkal is beszélget, magam is ugye a tanítási tapasztalataimból kiindulva nyilván tudható és elmondható, hogy sokat tud adni pluszban, sokat tud jelenteni a gyerekeknek, gyerekközösségeknek az, hogyha nem csak Sári néni, Laci bácsi, Piroska néni tálalásában hallhatják mindezt, hanem ilyen módon dramatizált formában más előadókkal, tehát ez még pluszokat tud hozzátenni, mindannyian kölcsönösen egymástól is tanulhatnak. Néhány szót elcsünk, nemrég zárult egy fontos pályázat is, ugye aminek az eredményhirdetés is megtörtént. Ezen kik vettek részt, milyen célral, és hát mi lett az eredményének? Igen, hát többféle területen igyekszünk olyan plusz lehetőségeket megjeleníteni, amelyek egy picit enyhítenek, könnyítenek az intézményi közösségek tevékenységeiben. Próbálunk valamennyi segítséget tenni hozzá. Tudjuk, hogy nem mindig könnyű. Tehát a hétköznapokban helytállni napról napra megfelelni a különféle kihívásoknak, diákként, pedagógusként, szülőként, ez tudjuk, hogy sokszor ember próbáló feladat. Ezért is próbálunk akár kulturális területen, akár az oktatásnál, amennyire az erőforrásaink engedik, hozzárendelni ehhez olyan programokat, olyan tartalmakat, amelyek mindehhez segítségként szolgálhatnak. És például azt is el tudom mondani, hogy valóban a napokban volt az eredményhirdetése egy a környezetszépítés a zászlajára tűző akciósorozatnak, ahol 15 jellemzően iskolai közösséget tudtunk díjazni. Közelítően 100 000 forintos támogatásokat tudtunk megítélni. Ezekben növényültetés, különféle kertrészek kialakítása, akár kerítés szakaszok kijavítása, tehát sokféle dolog megjelenik. A munkavégzés időszaka is egy hosszabb időintervallum, ugye lesznek, akik most ebben a még előttünk lévő nyárias tavaszi időszakban fogják ezt elvégezni, és vannak olyan közösségek, akik ezt ősszel teszik meg. Ezeket igyekszünk dokumentálni, fotón rögzíteni, hogy mindenki számára közkincsé váljon. Egyébként maga ez a kis átadó ceremónia is úgy zajlik zajlott idén is és tavaly is, hogy megkértük az egyes kolléganőket, kollégákat, hogy röviden vázolják föl, hogy azt a szerény kis támogatási összeget milyen cél megvalósítására kívánják fordítani. Nagyon érdekes, jó gondolatok, kreatív ötletek jönnek ilyenkor elő, tehát itt is akár egymástól is lehet tanulni, ellesni dolgokat.
hogy egy pici még hátra van a tanévből, de már tényleg nem sok, kezdődik a nyár, és ugye ilyenkor mindig felmerül az a probléma, hogy ugye, hogy mivel töltse a diák a nyarat. Ugye az egyik lehetőség az a táborozás, és ugye a kerület rendszeresen indít több tábort is. Idén mire lehet számítani ebben a kérdésben? Így lesz ez az idén is. Balatonakaliban is biztosít a kerületi önkormányzat lehetőséget a korábbiaknak megfelelően a táborozáshoz. Sőt, ugye tavaly már egy újabb konstrukcióban plusz támogatást is sikerült ehhez hozzárendelni az utazásban, illetve az ott tevékenykedő kollégák javadalmazásában. Ez az idén is megvan, ennek a turnus beosztása elkészült, az arról való jelentkezések is befutottak, az illetékes oktatási bizottság erről meg is hozta a döntését. Emellett egyébként tudjuk, hogy az egyes oktatási intézmények is szerveznek más helyszínekre táborokat. El tudom mondani, hogy a közművelési kulturális életben fontos szerepet betöltő közösségi, illetve művelési házunk is különféle tartalmakkal hirdet meg táborokat, úgyhogy arra szeretnénk kapacitálni a fiatalokat és a hosszabb ideje fiatalokat is, hogy kövessék ezt nyomon, akár a kerület honlapján, akár az egyes intézményeknél a hirdetőtáblákon, ezen intézmények honlapjain, mert valóban nagyon színes a kínálat, és ahogy láttuk, sok helyütt felfedezhető az, hogy nyilván igyekeznek az egyes intézmények, az egyes szervezők ahhoz igazítani a részvételi díjakat is, hogy ez elérhető legyen sokak számára. Egyébként az önkormányzat bizonyos egyéb táboroknál is igyekszik a maga módján valamilyen költségrészbe, vagy az utaztatáshoz, vagy egy bizonyos program támogatásához segítséget nyújtani. Bízunk benne, hogy a most zajló vizsgák, például az érettségvizsgák az érintettek számára eredményesen lezárulnak, és abban is bízunk, hogy a tanév végével beköszöntő vakációban, bár ez egy picit még azért odév van, mindenki kellemes tartalmas időtöltést tud majd találni magának. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Kérem, máskor is nagyon szívesen köszönöm a lehetőséget.